Május első hétvégéjén városnapi nyárindító főtérparti Kiskunhalason. Pénteken Morionesre, szombaton bikinire bulizhattok. A gyermekeket Kalapjakab és a Naturatanya, a felnőtteket sok zenés és gasztronómiai program várja. A részleteket keresd a Halas Média Facebook oldalán. Hát ha így se érted meg, akkor így tudom csinálni. Egy utazás az életünk. Koltai Robert önálló estje április 25-én csütörtökön 18 órától a Városi Filmszínházban. Valentin, Kenderkor, Schleiner, Kőriki, lépjük beszél. Megyek haza. Kihalt az út. Jegyek kaphatók a Halas Média szerkesztőségében, a turisztikai irodában és a Halasi moziban. Régi vicc, egy régi poé, nem ismeri már senki csak én. Kutya riogatta a járókelőket a Diószegi utcában, az önkormányzati rendészet intézkedett az ügyben. Fergeteges táncgála Western Show-val, a Stúdió 2000 TS-e táncosai csillogtatták meg tudásukat a dékáni sportcsarnokban. Botot ragadtak a tekósok, a horgász versenyre az egykori diákok is eljöttek. Tisztítják a jánoshalmi ivóvíz hálózatot, a szivacsdugós technikát is alkalmazzák majd. A hétvégén a közösségi portálokon egyre sokasodtak a jelzések. Mindezek arról szóltak, hogy ha valaki gyalog kerékpárral vagy motorral erre jár a kiskunhalasi Diószegi Balázs utcán, akkor nagyon vigyázzon, mert egy elég harcias fellépésű kutya jár erre, illetve fekszik az út mentén, és bizony jó néhány esetben meg is kergette a kerékpárosokat, és megugatta a gyalogosokat. Egy kiskunhalasi hölgy is erre járt kerékpárral, amikor többször a kutya felé kellett rúgni, miközben igyekezett elhajtani, hogy a kutya ne harapja meg. Nem sokkal később egy gyalogosra is rátámadt ez a kutya. Szabó Boris így élte meg a történteket. Hatalmas meglepetés, negatív élményként éltem meghatározottan. Visszafelé jövő vásárlásból találkoztam ezzel kutyussal, nem túl barátságos jellem, támadó jelleggel lépett föl, és agresszív természete volt. Hál' Istennek az egyik ismerősöm pont meglátta, hogy problémában vagy bajban vagyok, és akkor segített. Beállt mellém autóba, aztán megengedte, hogy bepattanjak az autóban. Ugatott ez a kutya, támadott, követett, mi történt? Hát igen, ugatott, meg támadólag lépett föl, követett. Tehát én meg közben hátráltam, próbáltam hátrálni a kutya elől. Volt, aki hivatalos bejelentést is tett a kutya miatt, értesítette az önkormányzati rendészetet. A bejelentés követően kollégáim az elvileges helyszín közelébe adatgyűjtést tartottak, nyilván próbálták felkutatni a kutyának a lakhelyét, a gazdáját. A szerencsétlen esetben a szerencsés az, hogy közelben van a kutyának a gazdája, illetve az ingatlan, ahol ő tartózkodott, meg is sikerült találni, addigra már otthon volt. Ez egy szerencsétlen eset volt, elutaztak otthonról a kutyának a gazdái, a teljes család, és vélhetően, amikor ők elhagyták az ingatlant, akkor kiszökött, megijedt, és az első inger alapján így reagált a kutya. Nem tudhatjuk, hogy mi váltotta ki belőle ezt a támadó jelleget, minden eset más, minden körülmény más, nem tudjuk, mi volt, azt tudjuk, hogy azért a lakhelyétől nem messze támadólag lépett fel, de szerencsére sérülés nem történt. Egyébként a kutya azóta a saját ingatlan udvarába csaholva játszik gyerekekkel, tehát valami negatív inger lehetett az a saját területén kívül, amire így reagált. Adódik a kérdés, hogy ilyen esetben mi a helyes magatartás. Elfussunk, vagy határozottan szálljunk szembe egy kutyával? Látni kell a kutyának a viselkedését. Azért lehet látni, hogyha egy kutya egy idegen területen, egy közterületen hogy viselkedik. Egy ilyet kutya nem biztos, hogy nyugtatásra vágyik, lehet, hogy még jobban megijed, és amikor megijed, akkor támadólag lép fel, mert védi magát, védi az épségét ő is, és belőle egy ilyen reakciót vált ki. Én
én adott esetben inkább elkerülném. Tehát kerüljük ki az ilyen kutyát, de ha nem tudjuk és ott van, akkor mit tegyünk? Hát akkor a határozott fellépés. Személyes tapasztalatból tudom, a futás az nem mindig jó omen. Óvatosan hátrálva, szembefordulva a kutyával, hogy ne is adjuk fel azt, hogy mi prédák vagyunk, az a kutyáknál szokott működni. Ez esetben is ez történt az előző meghallgatásban, amit hallottam, hogy azért is ügyesen reagált erre, szembefordult a kutyával, hátrált, és így nem is kapott oda, nem is csípett oda, nyilván morgott, mert nem tudta, hogy reagáljon. Ez valószínűleg egy előtte lévő negatív ingernek az eredménye volt. Vádat emelnek az életveszélyt okozó férfi ellen. Tavaly októberben Kiskunhalas külterületén gyalog ment hazafelé egy férfi, amikor az egyik tanyából kiszaladt néhány kutya és megugatták. A férfi szidalmazta az állatokat, a gazdájuk egy bottal a kezében kijött a dűlőútra azért, hogy visszaterelje az ebeket az ingatlanra. Az elfajuló vita hevében a későbbi gyanúsított hanyat lökte az 51 éves áldozatát, elvette tőle a botot, azzal ütlegelte, majd megrugdosta. A sértettet később kórházba kellett szállítani, traumás légmell alakult ki nála, és több bordája eltört. A szabadlábon védekező férfit életveszélyt okozó testi sértés büntettével gyanúsítják, ellene vádemelést javasolnak. Pompás koreográfiák, látványos műsor szórakoztatta az érdeklődőket több mint két órán át a dékáni sportcsarnokban. Kiskunhalas Pro Urbe díjas egyesületének tagjai, tanulói megcsillogtatták tehetségüket. Több száz óra gyakorlás próba eredménye gyönyörködtette a látogatókat, dobogtatta meg a kísérő szülők szívét. A táncgála résztvevőit Bányai Gábor országgyűlési képviselő köszöntötte, beszédében arra a több mint három évtizedes munkára hívta fel a figyelmet, melyet Juhász Ágnes és Tóth Szilárd végzett a generációk táncoktatása terén. Mindig a térség és Halas egyik legnagyobb eseménye az, mikor a Studio 2000 klub egyesület, tánckar, nem tudom, hogy mit lehetnek felhozni, milyen formát az elnevezésükhöz, megtartja az éves nagy gáláját, és ez óriási esemény mindannyiunk számára, hisz a tánc talán az egyik legősibb olyan mozgásformája az emberiségnek, ami rengetegféle jó hatással van ránk. Bár mögöttem itt van két, hogy kerestetik Szilárdot és Ágnest fejébe 15 ezer dollár a jutalom a megtalálóinak, bár ez most ma este elmarad, mennyi pénzünk most nincsen, viszont az ő általuk is megálmodott egyesület, az a rengeteg munka, a rengeteg felkészített, serdülőkortól felnőttkorig felkészített fiatal, majd felnőtté váló leány, fiú, hölgy és urak, rengeteg örömet okoznak nem csak önmaguknak, hanem nekünk is. Fülöp Róbert Kiskunhalas polgármestere elismerően szólt a halasi és térségi táncéletről, a gazdag kulturális programokról. Kezdtük az évet egy nagyszerű újévi koncerttel, szerintem kitűnő volt a kultúranapi programunk. Március 15-én a Torma János Múzeumban át tudtuk adni Torma János triológiáját együtt. Ezek mind-mind hatalmas és nagyszerű mérföldkövei voltak az idei évnek. És hát itt vagyunk most áprilisban. Áprilisban rendszerint a tánc világnapjához kapcsolódóan szoktunk találkozni itt a csarnokban, hogy a Studio 2000 csapata megmutassa nekünk, hogy fejlődnek, hogy fejlődtek a fiatalabbaktól a legidősebb korosztályokig megmutathassák a tánctudásokat. Ez mindig egy nagyszerű és felemelő alkalom, és minden alkalommal tele a csarnok. Én ennek nagyon örülök, és köszönöm szépen, hogy ilyen értelemben is együtt vagyunk, és támogatják ezt a nagyszerű csapatot. A megnyitót követően kezdetét vette a több mint két órás táncgála, a legkisebbek is megcsillogtatták tánctudásukat. Korosztályok, tudásszintek, csillogó gyermektekintetek és kifinomult profi mozdulatok kavalkádját mutatta be a Studio 2000 TS-e.
Volt egy meglepetés is, melyről még az esemény moderátora sem tudott. Van egy ember, aki most jubilál nálunk, és 25-ször végzi áldozatkész munkáját, hihetetlen eleganciával, nyugodtsággal és profizmussal, és úgy döntött a Stúdió 2000 vezetősége, hogy ennek az embernek ezt most itt ebben a pillanatban szeretnénk megköszönni, és ez az ember nem más, mint Kovács Iván. És szeretnénk neki kérni egy hatalmas nagy tapsot. Idén 25. alkalommal vezeti nekünk a gálát, és azt gondolom, hogy minden alkalommal emel még egy szintet a gálák színvonalán. Iván, nagyon szépen köszönjük! Juhász Ágnes művészeti vezető méltán lehet büszke a fellépők produkciójára, a több mint 3 évtizedes munka gyümölcse ez. Azt hiszem a tánc szeretete, meg az, hogy minden lépcsőfokot végigjártunk, tudjuk elejétől végéig, hogy hogyan tudjuk őket belelkesíteni, akár kicsi, akár nagy. Meg hát az, hogy mindig egy nagyon jó csapat volt. Jó, tudom, hogy ezen dolgozni kell. Ők is dolgoznak, meg mi is nagyon dolgozunk rajta. Nagyon sok kis csoport van, kicsi kis magocskák, akik így növögetnek, és majd egyszer így a versenyzők közé fognak majd ők is tartozni, remélhetőleg, vagy legalábbis egy részük. A táncgála második részében a Vadnyugatra kalauzolták a nézőket a táncosok, volt itt minden, pisztolylövések is eldördültek, veszedelmes indiánok támadtak a Benjo Pub vendégeire. A végén persze minden jóra fordult, és a fellépők méltán álltak hosszú percekig a színpadon, a közönség vastapsát hallgatva. Szakmai okok miatt lehet zavaros a víz a következő napokban Jánoshalmán. Szivacs dugós mechanikai hálózattisztítást végez a Kiskunvíz Kft. Az ivóvíz hálózaton. A szolgáltató tájékoztatója szerint május 17-ig tart majd az ivóvízhálózat fertőtlenítési és mechanikai, azaz szivacsdugós hálózattisztítási munka. A szakemberek szivacsdugókat helyeznek a hálózatba, ezeket a víznyomás előre tolja és közben ledörzsölik az esetleges lerakódásokat. A munkaműveleteket követően öblítés és hálózatfertőtlenítés történik majd. A megadott időszakban az ivóvíz minőségének romlásával, időszakos vízhiánnyal és nyomás csökkenéssel kell számolni. Egymás után akadtak a horogra a halak a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Technikum által szervezett horgászversenyen. A program most is korábbi és jelenlegi tekósok találkozó helye volt. 9. alkalommal rendeztük meg a tekós horgászkupát, és szokás szerint jelenlegi tanulóinkat, illetve volt tanulóinkat, dolgozóinkat vártuk a versenyre, aminek külön örülök, hogy ebben az évben 2 lány versenyzőnk is van, és itt a vízparton tudnak találkozni ők is a volt tekósokkal. Rengeteg baráti kapcsolat van itt a jelenleg és a volt tanulóink között. Az időjárás idén nem a legkedvezőbben alakult, mert ma reggel is csak plusz 1 fok volt hajnalban, tehát a kapáskedv nem olyan eszeveszettül nagy, de azért most már alakul. Az egyik lányversenyző Pető Kira volt, aki nagyon szereti idejét a vízparton tölteni. Kiskorom óta ő apukám vitt bele ebbe a horgász életbe, és igazán jó ennyi. Mit szeretsz ebben a sportban, miért áll hozzád közel, miért jó itt lenni? Mert amikor horgászok, akkor általában apukámmal vagyok, és ugye jó vele lenni, és nyugodt a tér, a helyiség. Eddig a mai napod az milyen kapás szempontjából? Hát nem a legjobb. 3 halat fogtam eddig, és kicsik voltak. A mezőnyben többen is voltak, akik már évek óta állandó résztvevői a tekós horgász versenyeknek. Jelenleg is a régi tekós diák és tanár közösségét legalább össze tud gyűlni egy rövid időre, és közösen horgászunk egy jót. Én a helyemhez képest eddig nagyon jól állok, én szerintem már több darab pontját sikerült fogni, elég jó lesznek a halak, igen. Mit lehet elárulni a technikáról, taktikáról, van olyan trükk, amit bevetsz? Hát a taktika az nem különösebben túl bonyolult, lényeg, hogy etetni kell ezekkel a metód pelletekkel és a metód technikával kell horgászni.
A versenyzők közül nem hiányozhattak az igazi tekós horgász veteránok sem. Ez nem is a tudás összeméréséről szól, hanem inkább a baráti kapcsolatok ápolása, a régi tekós cimborák, az újakkal lehet ismerkedni. Én szeretem, hagyományokat őrizzük. A korábbi években nem versenyzett, most viszont horgászbotot ragadott Gyirán Péter iskola lelkész is, aki elárulta, milyen módszerrel próbálja kicsalogatni a halakat a tóból. Imádkozni imádkoztam, de ez nem bizonyult sikeresnek eddig. Mi a cél, van-e kitűzött cél, hogy mennyi hal lenne az optimális, vagy már így ezzel is elégedetnek lehet lenni? Abszolút elégedett vagyok a teljesítmény. Gyermekkorom óta szeretem a vizet, szeretem a vízzel kapcsolatos sportokat, horgászom. Ez egy kiváló rekreációs lehetőség, azt gondolom. Magam részéről 6 kg halat fogtam, ami a mezőnyben még nem a legerősebb, de én elégedett vagyok. A verseny végeredménye a II. Rákóczi Ferenc Katolikus Gimnázium és Technikum közösségi oldalán tekinthető meg.